Felgyorsítaná a kataszteri felmérések ütemét a kormány, és erre anyagi támogatást is nyújt az önkormányzatoknak. A megyei földügyi hivataloknál azonban akadozik a folyamat, azok sem kaptak telekkönyvet, akik leadták a szükséges dokumentációt. A mezőgazdasági területek kataszteri felmérését sürgette Dacian Csolos néhány napja a helyi közigazgatási fórumon. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a telekkönyvek hiánya miatt számos gazda elesett az Európai Uniós támogatásoktól. A kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amelynek értelmében az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség 90 millió eurót oszthat szét az önkormányzatok között, hogy egységesen oldják meg a telekkönyvezés problémáját. Gyergyó Szent Miklós önkormányzata saját költségvetéséből már jóval korábban elkezdett egy kataszteri felmérési programot. Most éppen a 83-as dűlő parcellázási terve készült el, amely 2 hétig véleményezhető. Az a kérésünk, mint eddig minden egyes esetben, hogy az érintettek jöjjenek be a városházára és ellenőrizzék le a kifüggesztett adatok pontosságát, hiszen módosításra kizárólag ebben a megadott 2 hetes időszakban van lehetőség. Számítani kell arra, hogy a beadott módosítási kérelmeket követően várhatóan 1 hónap, 1,5 hónapra rá behívatják személyesen is az illetőt azért, hogy a kérdéses helyzetet tisztázzák. A cél, hogy minden tulajdonos telekkönyvet kapjon a területéről. Bár a felmérések és a tervkészítések a megfelelő ütemben haladnak, telekkönyvet még senki nem kapott. A folyamat éppen a megyei kataszteri hivatalnál akadozik, ahol nem tisztázottak a telekkönyvek kiállításának procedúrái.